Két tűzoltó autóra, létrára és motoros láncfűrészre is szükség volt szombatkor a délután Nyíregyházán, a Szegfű utcán. A hétvégi vihar letörte a fa már elkorhat, de nagy tömegű ágait, ami megrongálta a villanyvezetéket a belváros felé vezető szakaszon. Ez pedig az Arany János utca, ahol az egyik panelházra dőlt rá egy fa. Bőven akadt tennivaló nem csak Nyíregyházán, hanem számos más településen is. Szombaton összesen 40 esetben riasztották a tűzoltókat, de vasárnap és hétfőn is jócskán volt még dolga a katasztrófavédőknek az utólagosan észrevett viharkárok miatt. 32 esetben kidőlt fákhoz vonultak a tűzoltók, két épületkárt jelentettek be, valamint hat leszakadt légvezeték miatt is kaptak bejelentést a megyebeli, vármegyebeli tűzoltó egységek. Vasárnap és hétfőn is voltak még károk észlelései. Éppen ezért vasárnap még öt helyszínre vonultak tűzoltó egységek, illetve hétfő nap közben is többször vonultak az egységek újfehértóra és többek között nyíregy is. A nyíregyházi egységek például a Debreceni úthoz vonultak, ahol egy lemez fedésű épületnél keretkezett kár, ott a lelógó darabokat kellett eltávolítaniuk létrás járművel, illetve kéziszerszámok segítségével. Az előrejelzések szerint a hét folyamán a hideg időjárás megmarad, a szombatihoz hasonló viharra azonban nem kell számítani a következő napokban.